2009-ben 3 milliárd forintnyi adóbevétel érkezett a vállalkozásoktól, ezeknek több mint a 70%-a az iparűzési adó, a többi pedig az egyéb adónemekből jött be. 2010-ben fogjuk érezni valószínűleg, és a vállalkozások is ugye az adórendeletek specialitása miatt, a helyi adórendeletek specializálása és a helyi iparűzési adó specialitása miatt a csökkenést most várjuk. Remélhetőleg, hogy azok a beruházások, amiket a város indít, pályázati beruházások, a szennyvízprogram, az agóra, iskolafelújítások, főtérfelújítások beindulnak, munkahelyet teremtenek, és kompenzálják ezt a kiesést. Egy szebb tavaszt, egy friss új szeleket, és egy jobb körülményeket a város lakóinak elsősorban, és természetesen a városnak is. Nem lesz egy egyszerű év. Az önkormányzatoknak nyilván nagyon sok nehézséggel kell megküzdeni. A gazdasági válságból remélem, hogy elindul az ország kifelé. Erre mutató jelek már nagyon komolyan észlelhetők. Politikai téren azért nem lesz egyszerű, mert két választás, várhatóan két választás van előttünk. Egyrészt egy országgyűlési választás, amikor az ország egy új testületet fog választani az országgyűlésbe, egy új parlamenti többség fog fölállni. Reméljük, hogy ebben az MSZP nagyon jól fog szerepelni, és természetesen Békés Csabán egy új önkormányzati választás fog létrejönni, és ennek az választásnak a kapcsán nagyon bízunk abban, hogy legalább a jelenlegi létszámot, de ennél talán jóval többet is el fogunk tudni érni. Reméljük, hogy az a fajta ellenzéki szerep, amit 2006-tól folyamatosan képviseltünk Békés Csabán, az a városlakóknak is fontos volt. Észrevették és látták, a városlakók megtapasztalták, hogy szükség van észszerű ellenzéki kontrollra, megpróbálni megakadályozni a város vezetésének túlkapásait. Természetesen ilyenkor mindig szokás azt mondani, hogy boldog új évet, mert ezt kívánjuk itt mindannyian egymásnak, de reméljük azt, hogy tényleg valóban jobb év lesz. Ezt reméljük, hiszen a remény hal meg utoljára, hogy mondani szokás, de lehet, hogy egy hasonló évvel találjuk szemben magunkat, mint az elmúlt év, mert azért bizakodók vagyunk, hogy valamennyivel mégiscsak jobb lesz. Tehát, hogy milyen év lesz, remélem, hogy jobb. A 2010-től a 2009-es évnek a stabilitását szeretnék legalább megőrizni, ezt követően pedig egy 5-10%-os növekedés várunk az évtől. Ez mind létszám, mind beruházás tekintetében meg fog valósulni. A volán cégek, ezen belül a Körösvalán gazdálkodási körülményei javulni nem fognak. Én ezt becsülöm az idei évre. Nagyon remélem, hogy ebben a szituációban azért a cég teljesíti a célkitűzéseit, pénzügyileg stabilan fog gazdálkodni.